A röplabda manapság az egyik legnépszerűbb sportnak számít. Magyarországon is rengeteg csapat van, mind a férfi, mind a női mezőnyben, és az utánpótlás csapatok is rengeteg tehetséget termelnek ki. Ezek a fiatalok különböző korosztályos versenyeken mérhetik össze az erejüket. A Bonyhádiak csapata a Dr. Kocsis Attiláné U15-ös röplabda versenyen a nagyon előkelő második helyezést érte el, csupán egy vereséget szenvedve a budaörsi Emericus DSE csapattól. A KSE Bonyhád a Kalocsai Sportegyesület röplabda szakosztályának utánpótlás csapata. A csapatedzője azt mondta, büszke arra, hogy a lányok ilyen fiatalon ilyen komoly eredményt értek el. Összesen 74 csapat jelentkezett erre a tornára. Az utánpótlás bizottság első, másod és harmadosztályú csoportokra osztott a 74 csapatot. Mi a másodosztályba jelentkeztünk, annál is azért is, mert ezek a lányok tavaly még a miniben játszottak kispályán 4-4 ellen, így úgy gondoltam, hogy rögtön váltásként nem kellene a mély vízbe beugratni őket a Vasas, a Gödöllő, a Békés Csaba és a nagy egyesületek ellen. Így a másodosztályba neveztem őket, és még az is hozzátartozik, hogy ők még ebben az U15-ös korosztályban, ők még a fiatalabbak közé tartoznak. Tehát a másodosztályban 24 csapatot osztottak be, 6 csoportba, 4 tornából állt ez, illetve 7 tornából állt ez, 4 szakasz van, egy alapszakasz, középszakasz, elődöntő, és a helyosztók voltak, amik most rendeztek meg a pünkösd szombatkor. Kemény felkészülés állt a csapat mögött, amikor belevágtak a torna küzdelmeibe. Ajkai, szombathelyi és budapesti csapatokat is legyőztek, mielőtt a négyes döntőbe kerültek volna, és ez a csapat edzője szerint egy hatalmas eredmény. Az alapszakaszt ősszel rendezték, minden torna, minden szakasz 2 tornából állt. Miskolcon jártunk, Egerbe, és az alapszakaszt győztesen csoport elsőként fejeztük be. Utána jöttek a középszakasz, ahova alapszakasz győztesek jutottak be. Ez mi esetünkben 2 szombathelyi csapat volt. Szombathelyen volt egy forduló, illetve Kalocsán volt egy forduló, és ezt a szakaszt is elsőként zártuk, megvertük a 2 szombathelyi sportiskolát, illetve a Szóese csapatát. Következett az elődöntő, itt Budapesten jártunk, illetve Kalocsán, kecskeméti és budapesti csapatokkal kerültünk szembe. Ezek is mind veretlenek voltak, mint mi, és ebből a szakaszból is győztesként jutottunk tovább, ami a országos négyes döntőt jelentette, amit Ajkán rendeztek meg, a ajkaiak rendezésében. Ott volt a legjobb 4-be jutott ugye a KSE Bonyhád csapata, az ajkai csapat, mint házigazda, a Emericus DSE, ők budaörsiek, és a Szóese, a Szombathelyi Sportegyesület csapata. Itt egy csapattól kaptunk ki, aki megnyerte a tornát, az Emericus DSE-től, és a másik két csapatot 3-0-ra, szoros mérkőzések voltak, de magabiztosan 3-0-ra nyertük meg ezt a, illetve nem nyertük meg, hanem az Emericus mögött másodikak lettünk ebbe a másodosztályú országos döntőben. A csapat tagjai bánják, hogy nem sikerült végül megnyerni a tornát, de sokat tanultak az ellenfelektől, és remélik, hogy ezt a későbbiekben is tudják majd alkalmazni. Mérlekként azt el tudnám mondani, hogy összesen ebben a fordulóban 17 mérkőzésünk volt, és ebből 14 mérkőzést megnyertünk, mindösszesen 3 mérkőzést veszítettünk el, és így jutottunk odáig, hogy ebben a másodosztályban a előkelő és nagyon szép második helyet szereztük meg. Sokat edzettünk, heti 3-szor van edzésünk, ami jó szerintem, mert sokat fejlődünk, és ez a meccs is azért volt jó, mert olyan erősségű csapatok voltak, mint mi, és nagyon jó, hogy legalább elértük ezt a második helyet, mert már nagyon sokat készültünk erre a meccsre, meg hogy több forduló is volt ugye az elején, és hát
Én örülök, hogy másodikak lettünk. Persze szebb lett volna az első hely is, de második is nagyon szép. Én második óta röplabdázok, 5 éve, és nagyon szeretek járni, mert jó a közösségünk is, meg az edző is kedves. A bonyhádi röplabdások jövőre ugyanekkora lendülettel vágnak bele az utánpótlás csapatok küzdelmeibe. Az edző azt mondta, hogy elégedett a játékosainak fejlődésével, és jövőre szeretnék elhódítani ugyanennek a versenynek az első helyezését.